Nagyon szeretném hinni, hogy ez a kérdés nem fent és lent, fekete-fehér vagy éppen jobb és bal kérdése. A szabadság egyetlen egy formája nem kisajátítható jelvény. Sokkal inkább egy technika, amit nem csak a Facebookon vagy március 15-én kell gyakorolnunk, hanem a mindennapi életben egymás között. Mert sok mindenre lehetőségünk van, de jó lenne azt gondolni, hogy a kettőnk közötti párbeszéd minősége a legfontosabb kérdés.